Szép estét kívánok! Köszöntöm kulturális magazinunk a Paletta nézőit február 8-án, kedden 17 óra 20 perckor. Mai adásunkban először ellátogatunk a keresztény szellemiség otthonába, a Szent István Művelődési Házba, majd egy beszámolót láthatnak a Dramaturgok céhez székesfehérvári találkozójáról, ezt követően a szimfonikus zenekar koncertje, majd a Vörösmarty Színház új bemutatója következik. Tartsanak velünk! A Szent István Művelődési Ház adott otthont az Egyház az Oktatásban című programnak. Dékány Árpád Sixtus Emeritus Ciszterci apát előadását hallgathatták meg az érdeklődők. A Keresztény Értelmiségiek Szövetségének székesfehérvári csoportja meghívására a Szent István Művelődési Házban rendezték meg az Egyház az Oktatásban, Oázis és Biztonság a Családoknak című előadást. Párkányi Tamás, a szövetség székesfehérvári csoportjának vezetője hangsúlyozta, a 21. században kulcskérdés, hogy az oktatásban is megjelenjék hazánkban a keresztény szellemiség. A keresztényeknek is, akik a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének tagjai, nagyon fontos a keresztény oktatás. Tapasztalatból is el tudom mondani, hiszen a gyermekeim mind ide a Ciszterci Szent István gimnáziumba jártak, és tudom mindenkinek ajánlani. Az elmúlt években úgy gondolom, hogy sokat bővült a lehetőség a keresztény oktatásra Magyarországon, de még lenne rá szerintem lehetőség, és igény is jó lenne, hogyha mutatkozna, hiszen majd az előadásban is halljuk, hogy mennyire fontos lenne az, hogy a kereszténység alapjait, a keresztény kultúra alapjait az iskolában is elsajátítsák a diákok. Székesfehérvár önkormányzata egy kormánytámogatásnak köszönhetően nagy lépést tett azért is, hogy a református egyház általános iskolája és óvoda is megújuljon. Ez egy jó lépés? Tehát ez a követendő? Szerintem mindenképpen. Tehát én úgy gondolom, és a véleményem és a tapasztalatom is az, hogy érdemes a keresztény oktatásra szánni pénzt. Fejlesztéseket nyilván, ahogyan az idő halad, meg kell tenni, hogy napra kész legyen az oktatási intézmény. Dékány Árpád Sixtus előadásában kiemelten körüljárta az egyházi oktatás jelenlegi helyzetét Magyarországon, hangsúlyos feladatnak tartva a családok szerepét, amelyek egyben a társadalom jövőképét is meghatározzák. A keresztény oktatás nem csak a katolikus egyházi, hanem általában a keresztény felekezetek oktatási tevékenysége az utóbbi 10 évben látványosan, egy expanziónak lehetünk a tanúi, látványosan kiterjedt. Ennek azt gondolom, hogy elsősorban az van a hátterében, hogy mind a társadalmi folyamatok szerte a világban, mind maga az egyház egyre inkább fölismeri a lehetőséget, a segítő tevékenységet illetően, hiszen a társadalmi folyamatok abban az irányban mutatnak, hogy az értékorientált nevelés és növekedés, mert a nevelés az növelést is jelent egyúttal, de nagy szükség lesz. És hát természetesen, ahogy a zárodás címe is az lesz itt a Szent István házban, hogy oázis és biztonság az iskola, és az egyre több ember felismeri, még azok is, akik nem gyakorló keresztények, tehát nem járnak Isten tiszteletre, vagy éppenséggel meg sincsenek keresztelve. Ebben az értelemben az evangelizáció szerepe is jelentősen fölértékelődött az oktatási tevékenységnek, de mindenképpen az ember és a személyiség Isten szándéka szerinti kimunkálása, kiformálása, megformálása a családdal együttműködve, ez az igazi küldetése és lehetősége az egyházi oktatásnak, a katolikus egyházban is, és a többi protestáns felekezeteknél is. És én azt gondolom, hogy Nyugat-Európával szemben a jelenlegi politikai szándékok még segítőleg is hozzájárulnak ehhez, hiszen a politikai közéletben is egyre nagyobb hangsúlyt fektett a kormányzat arra, hogy a család és az értékorientált emberi nevelés, formálódás egyre inkább teret kapjon és hangsúlyt kapjon, és ez minden lehetőséget
és támogatást megad. Ez látszik az iskolák fejlesztésében, úgy az állami szférában, mint az egyházi vonatkozásban. Az óvodák, a bölcsödék indítása korszerűen, és itt elsősorban a pedagógiai korszerűségre kell, azt hiszem, nagy hangsúlyt fektetni, hiszen az új társadalmi válságok és vírusok, azok megkívánják az új pedagógiai hozzáállást is. Talán a legakuttabb kérdés a közeli jövőben az lesz majd, hogy honnan és miként lehet megfelelő személyiségű, megfelelő képzettségű, megfelelő gyakorlattal rendelkező pedagógusokat majd mozgósítani, hiszen látjuk, hogy egyre öregedőbb a pedagógus társadalom, és hát nagyon komoly gondot fog jelenteni előbb vagy utóbb a természettudományos oktatás és nevelés szemlélet szinten és szakmai szinten egyaránt. Erre szükség van, hiszen az egész életünk ebbe van behágyazva, a természettudományos jelenségekbe, problémákba, kihívásokba. Én azt gondolom, hogy erre nagy hangsúlyt kell fektetni az egyházoktatási rendszerben is majd. Ezt segítik elő például azok a tendenciák, azok a szándékok az egyházmegyékben, amikor is ösztöndíjjal segítik és támogatják a pedagógusok képzését a diploma megszerzése utáni gyakornoki időszakban, és azt követően is. Az előadáson elhangzott, hogy Székesfehérváron a Ciszterci Szent István Gimnázium, a Szent Imre Általános Iskola és Gimnázium, illetve a Református Egyház intézményrendszere egy olyan út, amely megerősíti a szándékot, hogy a fiatalok a keresztény értékrend mentén építsék fel családjuk jövőjét. Folytatódott a Filharmónia bérlet koncertsorozata, az esten Brahms, Schumann és Schubert művei csendültek fel a Vörösmarty Színházban. Szabó Balázs zenetörténész köszöntőivel folytatódott az Alba Régia Szimfonikus Zenekar koncertsorozata. Arra az összefüggés rendszerre szeretném az önök kedves figyelmét fölhívni, amely a ma este három zeneszerzőjét egymáshoz köti. Brahms, Schumann és Schubert műveit fogjuk hallani ebben a sorrendben. Jól lehet, ez pont a fordítottja a zenetörténeti kronológiának, hiszen Schubert volt a legidősebb, őt követte Schumann, és ezután következett Brahms. Nagyon érdekes, hogy a két német romantikus mester, vagyis Schumann és Brahms között szoros személyes kapcsolat volt, mondhatnánk egy mentor tanítvány vagy mester-tanítvány viszonyrendszer. Schubertet ők nem ismerték személyesen, de mind a ketten nagyon nagy tiszteletben tartották az idősebb bécsi mester életművét. Különleges műsorban mélyülhettek el a klasszikus zene barátai a Vörösmarty Színházban. A Filharmónia bérlet keretében Brahms, Schumann és Schubert műveinek tökéletes megszólaltatásáért a közönség kedvenc junior prímadíjas Dobszai Péter karmester, az Alba Régia Szimfonikus Zenekar és Devics Gergely cselló művész felelt. Brahms, Schumann és Schubert a mai szerzőink, egy nagy hármas. Hogyha szabad egy karmesternek ilyet mondania, ez a mai műsor az egész gyönyörű évadunkon belül nekem az egyik személyes kedvencem, és valóban Devics Gergelyt láthatjuk vendégül a zenekarunknál, aki a műsor közepén Schumann cselló versenyével fogja majd a közönséget megörvendeztetni. Mitől különlegesek ezek a darabok, hiszen ez egy olyan választás, ami azt hiszem, hogy kerekké teszi a klasszikus zenebarátok estéjét. Én azt gondolom, hogy a Brahms Haydn variációk, a Schumann cselló verseny és a Schubert C-dur szimfónia nagyon szépen kapcsolódnak egymáshoz. Nagyon erős a zenei kohézió a három mű között, és ugyanakkor
éppen a kellő mértékben a kontraszt is megvan a három szerzőnek a lelki világában, gondolkodásmódjában és a zenei világában is. Úgyhogy abban bízom, hogy egy kellemesen hullámzó vérmérsékletet biztosíthatunk majd a közönségnek. Nekem pedig a két szélső darabhoz kiskori személyes élményeim is kötődnek, amik miatt különösen sokat jelent számomra, hogy most a zenekarral együtt megszólaltathatjuk ezeket a műveket. A zenekar vendége ezúttal a magyar klasszikus muzsika egyik kimagasló tehetsége Devizs Gergely cselló művész volt, aki már Kölnben a 2014-es Fiatal Zenészek Eurovízióján is bemutatta hazánkban kivételes kvalitásait. Nagyon kivételes helyet foglal el az én szívemben is. Hát a csellisták, mi azért annyira nagyon nem vagyunk ellátva versenyművekkel, mint esetleg a hegedűsök vagy a zongoristák. Olyan értelemben nem vagyunk ellátva, hogy nem mindig találkozik olyan minőségben a technikai megvalósítás és a mindeközben a zenei mélység, de a Schumann cselló verseny ez egy nagyon nagy kivétel, úgyhogy ez egy nagyon nagy ajándék, hogy van nekünk ez a versenymű. Miként fogadta az invitálást, hiszen tudjuk, hogy Dobszai Péter személyében itt egy szintén kivételes tehetségű karmester művészeti vezető irányítja az Albarigia Szimfonikus Zenekart. Hát nagy örömmel, mert hogy én még nem voltam itt sosem, tehát nekem ez az első alkalom, hogy egyrészt dolgoztam a zenekarral, másrészt Péterrel sem volt még alkalmam korábban, úgyhogy nagy megtiszteltetés volt, és várom a koncertet. A Philharmonia hangverseny címe is egyben ígérete, hogy közel hozzuk a zenét, maradéktalanul teljesült. A koncert közönsége megbizonyosodhatott afelől, hogy a zenekar jó úton jár, hiszen ezúttal is nívós műsorral köszöntötték a zenebarátokat. Székesfehérváron rendezte nyílt fórumát a Dramaturgok céhe. A találkozón a szakemberek áttekintették a kortárs írók, kritikusok és dramaturgok helyzetét a magyar színházi életben. Ebben az esztendőben Székesfehérváron a Vörösmarty Színház adott otthont a Dramaturgok céhe nyílt fórumának. A workshopokon két napon keresztül neves színházi szakemberek vendégeskedtek városunkban. Az esemény megnyitóján köszöntőjében Szikora János, a teátrum igazgatója megerősítette, a színház számára kiemelten fontos ez a rendezvény. Azt gondolom, hogy a dramaturgok egy rendkívül fontos szerepet játszanak abban a különleges alkotó folyamatban, ami az írott szövegtől a színpadig vezet. Hogyan lesz egy írott szövegből színpadi mű, emberek előtt bemutatott élő színházi alkotás? Ezben az úton egy nagyon fontos és kikerülhetetlen személy a dramaturg, aki elsősorban a szövegekkel, illetve a szövegeknek a színpadi életre való keltésével foglalkozik. Hogy állunk ma a szövegekkel, azokkal a szövegekkel, amelyek színpadra termettek, és hogy állunk azokkal a szövegekkel, amelyeket ugyan az alkotóik nem teremtettek, mert nem gondoltak színpadra, de mégis a színpadra vezet az útjuk, konkrétan itt most az adaptációkra gondolok. Tehát ezek olyan belső szakmai kérdések, amelyeknek persze a végső haszonélvezője a néző lesz, de számunkra, a színházi emberek számára ez a munkafolyamat megkerülhetetlen, és az erről való diskurzus nagyon hasznos. Essék szó az írókról is, hiszen a kortárs drámák egyre nagyobb szerepet játszanak a színház életében, a színházak életében, teszem hozzá, hiszen most kaptuk a hírt, hogy Budapest befogad jó néhány olyan darabot, Székesfehérvárról, gondolok itt a Trianonra és az Ember tragédiája 2-re is, amely azt hiszem egy nagyon jó hír. Így van, és valóban tegyük hozzá, hogy mindkét vendégelőadás, a Trianon is és az Ember tragédiája 2.0, ezek is élő, mai kortárs magyar szerzőknek a művei, tehát az a kapcsolat, amit ez a színház, ez a szellemi műhely ápol a kortárs magyar irodalom és a színház művészet képviselői között, az azt gondolom mindenképpen nagyon hasznos. Orbán Eszter, a Dramaturgok céhének vezetője, a kortárs írók, kritikusok és dramaturgok nevében nevezte meg azokat a célokat, amelyek mentén a jövőben is dolgoznak az alkotói gárdák. Ez a Színházi Dramaturgok céhében egy
színdarabfejlesztő program, ez a Kortárs Dráma Nyílt Fóruma, ez a neve ennek a programnak, és ez egy egész évados színdarabfejlesztő program. Minden évben meghirdetjük ezt a... Van egy pályázat, és idén 60 szerző, 80 művel jelentkezett, és ezek közül választottuk ki ezt az ötöt, amivel ebben az évadban végig fogunk foglalkozni, és ez az intenzív hétvége, így nevezzük, ahol a szerzők a legtöbb szakmai hozzászólóval találkoznak, akik mind véleményt mondanak a darabjaikról, és tanácsot adnak nekik, hogy hogyan lenne érdemes tovább dolgozni a művel. Igen, azt megtapasztaltuk mi is itt a Vörösmarty Színházban az évadok során, hogy a kortárs drámának egyre nagyobb szerep jut. Hol tartunk ma a kortárs dráma szempontjából itthon Magyarországon, illetve azt tudjuk, hogy számtalan kortárs darab érkezik külföldről is. Nagyon fontos szerintem a kortárs drámák szerepe a színházi életben, ugye ez az, ami a leginkább és legélőbben tud reflektálni azokra a problémákra, amik körülvesznek minket. A színházi dramaturgok céljének természetesen elsődleges fontosságú, hogy a kortárs szerzőkkel erős kapcsolata legyen, őket segítse, és ezeket a drámákat minél inkább színpadra is segítse. Azt egyelőre a független szférában és például a báb színházakban, nem csak a gyermek, hanem a felnőtt báb előadásokon is nagyon erősen jelen vannak már a kortárs szövegek. És hát a természetesen nem titkolt célunk, hogy a kőszínházakban is egyre nagyobb lelkesedéssel kerüljenek színpadra ezek a művek. Az a jó hír, hogy ez javuló tendenciát mutat az utóbbi években. A szakmai beszélgetésen a Házigazda Teátrum dramaturgia Perce Lenikő is tájékoztatást adott a társulat sikeres előadásairól, az új tendenciákról és a kortárs darabok térnyeréséről. Országos szinten nem annyira jól, de fehérvári szinten remekül állunk, hiszen évek óta Fehérváron mutatjuk be a legtöbb kortárs darabot. Mi tartottuk a legtöbb ősbemutatót, ezért is gondolta úgy a vezetőség, Szikora János, és jó magam, hogy hívjuk meg a dramaturg céget, aminek én is tagja vagyok, és adjunk otthont ennek a rendezvénynek. Most 6 író a vendégünk, 5 darabba pályáztak, és rengeteg rendező, író, dramaturg szakember fog nekik segíteni ezen a hétvégén, hogy hogyan induljanak el a darabjuk javításának az útján. A találkozón a szakmai viták mellett lehetőség nyílt a kitekintésre is, amely a színházi szakma szereplőinek is útmutatást adhat a jövőben. Nagy Péter rendezésében mutatták be Szofoklész Antigóné című drámáját. A főbb szerepekben Molnár G. Nórát, Varga Lilit és Sági Tamást láthatják a színházbarátok. De én már itt közelek, Kreón, téve hazám új fejedelme, az isteni végzetlő parancsa szerint. A Vörösmarty Színházban Nagy Péter rendezésében mutatták be Szofoklész az ókori görög költészet egyik legkiemelkedőbb alakjának, a tébai mondakörhöz kapcsolódó Antigóné című drámáját. A dráma alaphelyzete, Eteoklész nem adta át Polüneikésznek a trónt, ezért Ödipusz, apjuk családi viszályátkának hatására a fiúk egymás kezétől esnek el. Így a kizárólagos férfi trónörökösként Kreón kerül a királyi székbe, aki szembeszegülve az isteni törvénnyel megtiltja Polüneikész lelkének túlvilágra küldését. Engem az kifejezetten érdekelt, hogy az eredeti mű, tehát hogy a Szofoklész hogyan képzelte el, nagyon érdekeltek az abban lévő arányok, hogy minek mennyi időt és minek mennyi figyelmet szánt, mi az, amit kiemel, mi az, amit visszaismétel, tehát hogy... Egy koncepciómentes, viszonylag koncepciómentes, amennyire csak lehet, egy ilyen megközelítésből szerettem volna mindenképpen elindulni. És amit ezzel a művel, tehát ez egy nagyon, nagyon sokat játszott, nagyon ismert mű, az egyik legelső színházi mű, színpadi mű, de hogy mindig valami koncepciónak áldozatul esett, azt gondolom, vagy hát nyilván nem mindig, de hogy azért ezeket úgy szeretjük előre kijelenteni, hogy miről szól egy adott dolog, és más dolog elolvasni valamit, más dolog arról valamit elképzelni, még fejben is színpadra állítani, és más dolog szembesülni azzal, hogy az anyag merre akar menni, mit kíván, és ezt próbáltam meg végig nagyon ebben
ebbe józannak maradni, hogy ezt ne veszítsem el, tehát ne valami kábaság befolyásolja, hanem nézni azt, hogy a színészek hogyan látják, és az anyag merre fele akar mozdulni, és ez volt a kiindulás. Boldogtalan! Kreón, nem mersz dacolni, te? Szeretnőtől elszakítni, nincs jobban. A mű központi konfliktusa akörül forog, hogy Kreón rendelkezése szerint Polüneikészt nem lehet eltemetni. Antigone viszont megteszi ezt, miközben tudja, hogy emiatt bűhődnie kell, de a lelkiismeret parancsát életénél is drágábbnak tartja. Ez egy nagyon-nagyon nehéz szerep nekem. Én most azt érzem, hogy nekem pláne. Ugye Antigone igazságérzete az a Kreónéval hasonlóan egymással ütközik, tehát az ő igazságérzete, hogy a testvérét fel kell szentelni, mert különben nem találkoznak majd lent az alvilágban, és nem lehetnek együtt. Az ugyanolyan erős, mint a Kreónnak az az igazságérzete, hogy rendet kell teremteni a városban, és az, amit ő parancsként meghoz, az egyenes út afelé, hogy itt minden rendben legyen. És én azt gondolom, hogy egy olyan szerepben, ahol az első pillanattól kezdve egy gondolatra van felfűzve ennek a lánynak az igazságérzete, és végig, mint egy bika, mondjam így, megy előre, az szerintem sokkal nehezebb, mint hogyha elindulna egy olyan pillanatból, hogy még mondjuk nem tudja, hogy mit szeretne, következő jelenetben már eldönti, mit szeretne, a harmadikban megteszi, amit szeretne, szóval, hogy egy ilyen fejlődési íve lenne. Mert tudtam, hogy mindig rendíthetetlen volt hűségetek. Hogy most a két királyi testvér egy napon gyilkolva és gyilkoltatva elhult, és kölcsönös testvérgyilkosság véres áldozatja lett, reám szállt a királyi trón és hatalom a nemzetségi származásra szerint. A drámában meghatározó körülmény a kormányzáshoz kapcsolódó rendkívüli állapot és a helyzethez kapcsolódó visszásságok. Kreón azért tiltja meg Polüneikész eltemetését, mert a városra támadt. Szerinte Polüneikész hazáruló, és mivel úgy gondolja, hogy ővé minden hatalom, megtiltja, hogy eltemessék. Mindenki a szerep igazságát keresi nyilván, tehát én magam nem szerettem volna egyszerűen egy despota embert ábrázolni. Egy katona ember, aki közvetlenül egy polgárháború után vagyunk. És hát ezt képviseli és el is mondja, hogy itt rendet kell tenni, és hogyha rend van, akkor itt mindenkinek jó lesz. Elköveti azt a hibát, hogy hoz egy rendkívül rossz döntést rögtön az uralkodás elején, és az első rendeletét rögtön megszegi Antigone, aki a saját unokahúga. De hát hogy lehet visszavonni akkor ezt a rendeletet? Hogy lesz így hiteles valaki? Sehogy. Legalábbis ő így gondolja. És el is hangzik a darabban, érvel is vele, hogy aki a saját házában nem tud rendet tartani, az nem lesz hiteles. Más kérdés, hogy valószínű ezt a problémát is meg lehetett volna oldani más, hogy ő ragaszkodik az elveihez. És hát szörnyű árat fizet, ugye, meghal a második gyermeke, és öngyilkos lesz aztán a felesége is. És ezeken a szörnyű stációkon végig kell neki menni ahhoz, hogy belássa azt, hogy nem lehet valakinek elvenni az életét, akár jó, akár rossz döntések miatt. Ki mindig észszerint tett, ó király, az is azért veszíti gyötrő fájdalmak között. Eszed veszít te, aki a rosszra látsz. Testvérem nélkül miért kívánjak élni én? Iszméni óvatos, törvénytisztelő lány, aki fejet hajt a zsarnok előtt, bár nem ért egyet vele. Nem segíti testvérét Antigonét Polüneikész eltemetésében, de amikor Antigonét vádolják, ő bűnrészességet akar vállalni, és ez valamelyest a család szeretetére és a becsületességére vall. Nem egyszerű, mert a vívódást és a félelmet mindig nehéz megmutatni, és az élet ösztön az nagy úr. És azt gondolom, hogy a másik iránti közben szeretett tisztelet, de felülírja az embernek az élet ösztön és a halál félelem. És bármit szeretne megtenni, akkor is nehéz. És hiába tesz bármit,
nem feltétlenül lesz foganatja. És pont ő is attól fél, de végül is meglépés megteszi. Az új király másnap reggel azonnal kihirdetteti Théba utcáin, hogy a honáért elesett Eteoklészt fényes pompával fogják eltemetni. A mesélő szerepében Varga Máriát köszönhetjük. Az ő segítségével ismerhetjük meg az előzményeket, mindazt, ami hozzásegít bennünket a tragédia alapjainak megismeréséhez. Végigkövetem az előadást, a kollégákat látva, ahogy megformálják a szerepeiket, és hát ebben teljes energiával ott vagyok minden rezdülésükben. Igyekszem ezt az egészet egybe tartani, és úgy kiszólni belőle, vagy úgy véleményezni, ha van véleményem, hogy az nem, tehát hogy az előadásnak megmaradjon a menetet. Az előadás hiteles mintát tár elénk mind a hatalomgyakorlás, mind a zsarnoki hatalomhoz való viszonyulás vonatkozásában, a tragédiák árnyékában megbúvó mélységesen emberi történet pedig gondolkodásra sarkalja a nézőt a mában is. Mert az ember addig él, míg életét öröm deríti, s ha ez elhagyta, úgy élő halottnak tartom őt. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt, viszontlátásra!